Ferenc pápa péteri szolgálatának kezdete óta először magyar nyelvű katekézis, illetve köszöntés hangzott el a Szent Péter téren az általános kihallgatáson november 6-án. Pésomorjai Ádám, a vatikáni államtitkárság munkatársa, magyarul olvasta fel Ferenc pápa katekézisének rövidített változatát, majd a katolikus egyházfő magyar nyelven Isten éltessennel köszöntötte a több mint 200 magyar roma zarándokot, akik az audiencia végén latinul énekelték el a mi atyánkot. Isten eltesze. A roma zarándokok elvitték magukkal azt a keresztet is, amelyet éppen 10 évvel ezelőtt II. János pápa áldott meg, és amelyre most Ferenc pápa is áldását adta. Az általános kihallgatáson a zarándok csoporthoz csatlakozott Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek is, aki a családpasztoráció kihívásaival foglalkozó jövő októberi rendkívüli szinódus főrelátora. Az audiencián jelen volt Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere is, aki személyesen köszöntötte az egyházfőt, majd azt mondta, Magyarország nagyon bízik abban, hogy Ferenc pápa fontos szerepet tud majd vállalni az egyház megújításában. Az audiencia magyar vonatkozású részét a Bunum TV Eseménytár című műsorában is megnézhetik a www.bunumtv.hu oldalon.